tulajdonképpen az egész Big Data arról szól, hogy mérünk, és a mérésekből jönnek olyan adatok, amik brutális mennyiségben képződnek, és ezekből valami döntés előkészítés számára, ami hasznosítható információt kell tudnunk előállítani. Ha megvan az a bizalom az adott szereplővel, és ezt hál' Istennek mi általában el tudjuk érni, akkor ezeket az adatokat megkapjuk elemzésre tőlük, és ebből az üzleti működéshez tudunk előállítani értékes információkat. A lakossági hitelkockázati elemzésben, amikor egy portfólió szintű bedőlési kockázatot kell elemezni, akkor az ügyfeleknek az egyedi számlamozgásai alapján egy sokkal pontosabb kép rajzolható ki magáról az ő hitelkockázatáról, mint hogyha ezt így agregáltan kezeljük. Ugye kezeljük el azt, hogy van kettő lakosunk, akinek teljesen azonosak a jövedelmi viszonyai, és teljesen azonos a hitelkamat, illetve a törlesztő részét, amit neki fizetnie kell. Igen ám, csak hogy nem biztos, hogy ugyanúgy viselkedik, hogy a költési szokásait tekintve. Az egyik az lehet, hogy tudja teljesíteni, és akarja is teljesíteni a hiteltörlesztést, a másik az viszont nem fogja tudni, hogyha ezt agregált szinten kezeljük. Lehet, hogy pont az jön ki a matekból, hogy hát itt nincsen olyan nagy kockázat, miközben pontosan tudjuk, hogy ott egyéni szinten van bedőlési kockázati lehetőség. Ez az egyik legnagyobb kihívás például az adatelemzések kapcsán, hiszen egyénileg kell kezelni minden egyes szereplőt, és adatokból, múltbéli adatokból meg kell tudni mondani egyére vetítve, hogy mekkora egy hitel portfólió bedőlésének a kockázata. Van olyan eset, amikor lenne mérési lehetőség, de nem mérnek. Tehát az egy fokkal előrébb van az előbbi fázisnál, mert itt már a mérés megtörténik. Ebben az esetben ugye a javaslat mindig arról szokott szólni, hogy kezdjünk el mérni, és abból szoktunk utána tudni adatokat hasznosítani. Amikor a magyar lakosságnak a társkeresési, online társkeresési szolgáltatásait elemezzük, akkor az látszik belőle, hogy amikor a férfiak keresnek hölgyet, abban az esetben átlagosan 5 évnél fiatalabb hölgyet tekintenek partnerek. Amikor a hölgyek keresnek urat, akkor átlagosan 2 évvel idősebb urat keresnek. A kettőnek ugye van egy 3 évnyi különbség, ugye, ami nagyon érdekes dolog. Azt, hogy ezzel az információval mit lehet kezdeni, az már nyilván a cégen is múlik, nyilván az ajánló rendszereknél ezt figyelembe lehet venni például. És akkor van egy kvázi harmadik terület, ahol sok helyen mérnek, de ezeknek az összesítést hasznosítása nem megoldott, ezek szoktak ilyen nagy projektek lenni, mondjuk egy város szintű fogyasztás esetében, ahol egyszerűen minden szereplőtől, akinél az adatok vannak, el kell kérni ezeket az adatokat, őket rá kell bírni, hogy ez számukra is érték lesz egy ilyen elemzés, és akkor ezekből lehet előállítani értékes információt. Egy KKV szintjén és azon elkereskedő cégeknél, ahol nem tudom, 300 ezer felhasználó van, és azok nem tudom, naponta több 10 000 vásárlást generálnak, már ott is rengeteg adat képződik, ami mindig elemezhető.